Sziasztok, Bálint vagyok, és most egy új Call of Duty multiplayer videóval jelentkezem, amiben a Search and Destroy modot fogom bemutatni, de mivel jelenleg mappet váltunk, ezért majd a következő... Ja jó, már be is spawnoltunk, nos akkor... Jó, hát akkor játékra fel. Nos, ez a mód magába foglalja magát a Counter-Strike nevű játékot. Ugyanis van kettő hely, amit ugye meg kell keresni és megsemmisíteni. Mégpedig TNT-vel. Nos, látjátok, hogy a tájalom, vagy nevezhetjük iránytűnek is. Van egy A és egy B pont is. Nos, ha jól tudom, nekünk az A pontot kell megkeresni és megsemmisíteni. Még az oroszoknak a B-t. Jó, szép volt. Nos, mint láthatjátok, ezen a szerveren olyan mód fut, hogyha megölnek titeket, akkor meg kell várnatok a kör végét. Most ez szerintem nagyon jól lett megcsinálva, mivel ezzel elkerülhetjük a rossz statisztikákat, és nagyobb sikerélményünk lehet. Mivel hát ugye az nem jó, hogy mindig oda spamnolunk, ahol az ellenség van, és így egyfolytában lelőnek, és csak halálokat gyűjtünk. Szóval az így nagyon ötletesen lett megcsinálva. Ezen kívül még az időt azt mondjuk egy kicsit nyomhatták volna feljebb, mivel csak 4 perc áll rendelkezésünkre befoglalni, és hát először megkeresni, utána pedig befoglalni azt a pontot, amit hát ugye nekünk kell. Jó, hát én most nem találok ellenséget, de bízom benne, hogy mindjárt jön. Az egy orosz. Na, végre egy kis action. És most csúnya véget értem. Na mindegy, szerintem ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, írjatok nyugodtan kommentet. Sziasztok!